emberek, a mai videó nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes lesz, ugyanis most egy mesterséges intelligencia által generált képeket fogunk megvizsgálni, megnézni. Na szóval, hogy működik? Van ez az oldal, az a neve, hogy Crayon, mindegy, szóval ez, írjátok be, fel tudtok menni mindenkinek, szabadon föl lehet használni. Ide beírtok valamit, mondjuk azt, hogy mit tudom én, Mácska Kalabban, beírjátok, és ez legenerál nekünk az ő legjobb tudása szerint egy képet. Erről már nagyon sok videót láttam TikTokon, viszont én is ki akartam próbálni, hogy hogyan működik ez, és mennyire működik jól, úgyhogy pár dolgot megnézünk, hát akkor nézzük meg elsőnek azt, hogy Mácska Kalabban én már előre legeneráltattam egy csomó hülyeséget, viszont még nem néztem meg őket, úgyhogy egyrészt remélem, hogy megcsinálta a képeket, másrészt remélem, hogy valami jókat fog megcsinálni, úgyhogy a Mácska Kalabban nézzük meg. Cica! Imádom! Ez a best! Nézd, hogy... Nem a fejére rakta a kalapot, hanem rá a nyakára. Júj, ez nagyon jó lett. Ezt így el tudnám képzelni, szattyas aladárt, hogy a kalapot van rajta, hogy milyen elegáns lenne egy cica kalapban. Ez is nézzek. De miért lett két színe a szemének? Na mindegy, ez is nagyon jó lett. Jó, a kép egy kicsit ilyen taknyos, már úgy értve, hogy ilyen furán néz ki, mert hogy ugye ez konkrétan real-time generálja, tehát ezek a képek nem léteznek. Itt mondjuk nem tudom, hogy hol van a kalap, de értek. Ez tök jó lett. És köszönöm, ez full jó ez a kép. Nem azt mondom, hogy kitenném bárhova, de jól néznek ki. Szerintem ezek jók lettek, ez meg egy ilyen sejtelmes cica. Szerintem ez így leemelt a kalapját, és azt mondja, hogy hello, miss. Na, hát ez volt az első. Arra kíváncsi vagyok, hogyha beírom azt, hogy semmi, akkor vajon mit fog legenerálni, úgyhogy beírtam, hogy semmi. És hát lehet látni, hogy hát ez jött ki, hogy igazából ez olyan, mint valami metalbandának a logója, tehát hogy ez kifejezetten egy ilyen metalbandás logó, nézd meg ide, még egy ilyen arcot is rátett, ez lehet, hogy maga a sátán igazából, nem tudom, amúgy lehet, hogy a Nothing az ez egy már létező valami metalbandának is azért generáltatta ezt? Ezt nem fogjuk megtudni. És most egy kis hazai ízek következnek, ugyanis a következőben megnézzük, hogy ő hogyan képzel el egy igazi, betyáros magyar embert. Na nézzük, milyen lesz a magyar ember. Azt a durva! Hát ezt nagyon jól eltalálta. Jó, hát mondjuk az összefolyt arc, meg a bumszli kezek, azok nem segítettek, de nézzétek meg! Nézzétek meg! Hát ott rajta van még az a tipikus falusi magyar ember viselet, meg a ráncos. Nézd, ez is! Ez is! Honnan tudod, hogy ilyen régi képet kell csinálni? Nézd meg, milyen betyáros, hát ez hihetetlen jól megcsinálta. Nézd meg ezt! Szerintem ez itt a pipa akart lenni a kezében, vagy nem tudom, de ez elképesztő. Nézd meg ezt is, annyira tipikus magyar ember! Hogy a fenébe tudta ezt megcsinálni? Nézd meg! Nézd meg! Hát én el vagyok ájulva, hát milyen király képeket csinált, nézd meg, hát összeolyan jó, még ilyen régiesek is a képek, meg mit tudom én. Ezt így távolról ránézel, így hunyorítva, de tényleg csináljátok utána, nézzetek rá hunyorítva, esküszöm, hogy zseniálisak. Na és nézzük meg, hogyha ilyen egy magyar ember, akkor milyen ő szerinte egy gyönyörű nő. Úgyhogy beírtam, hogy gyönyörű nő, beautiful woman, szóval nézzük meg, hogy az mit generáltatott le nekünk. Hú, hát nem mondom, ezektől rémálmaim is lehetnek, ezt a csókos száját puszíja meg valaki. Húha, igen, nos, ja, eléggé bizarr, úristen, ez esküszöm, ez valami horrorfilmbe illik, nézd meg ezt a csíkszájat és a csíkszövet, hogy nagyon ijesztő, rohadt ijesztő. Én értem, hogy ez hogy jön ez a kéz? Szóval, hogy így, és hogy tudja úgy tenni a kezét, hogy ez nekem ez így magas. Ez nem, ez nagyon félelmetes, ez... Hát ettől rémálmaim lesznek arról a téledbe? Azt a szemet, nézd meg, szerintem ilyen szájat tett a szeme helyére. Szóval, srácok, csak hogy tudjátok, hogy ez egy beautiful woman, szóval, hogy ez egy 10/10-es csaj. Olyan szép a szeme, hogy nincs párja, hát ez biztos, mert mind a kettő különböző. Hát ez... Hú! A ideg is kirázna, de nézzük meg, hogy milyen egy handsome man. Igen! Igen! Nyomába se érek ennek a... nyomába se érek ennek a vigyornak, te! Gyönyörű! Elképesztő!
Szexi! Nézd azt a melkast és ezt a száját. Puszilgatni való. Nem is tudom, hogy hány helyen, érted? A V-nyak az nagyon divatos, no de a V-vál oldalt kivágott ig, na ez már durva. És ez mit csinál? Megszagolja az ujját? Vagy ez mi is? Ide valami japánul van felírva, vagy hát valami ilyesmi. De nézd meg ezt az izbot! Az igen, öcsém! Ez az ing, hát ez nem tudom, hogy a lányok hogy vannak vele, de én szerintem a megcsonkított kéz nem túl szexi. Tehát ennek hány keze van, haverom? Tehát itt megy, itt visszajön, és itt ez hogy? Tehát hogy ezt hogy kell elképzelni? Ez nem, hú, ez hidegrázós. Na most menjünk egy absztraktabb irányba. Szóval írjuk be azt, hogy egy sürke kidurrantott egy focilabdát. Mert hogy lehetnek ilyen abszurd dolgokat is írni, nem csak ilyen egyszerűket, úgyhogy nézzük meg, milyen az, amikor egy csirke kidurrant egy focilabdát. A csirke megvan, a focilabda is, de hát nem is tudom. Szerintem a legközelebb áll az ez, amelyik kidurrant egy focilabdát, legalábbis igen erőteljesen szemez azzal a focilasztával, hogy ő most kidurrantja, vagy ez. Inkább ez egy focizó tyúk, vagy mi az, kakas. Milyen tyúk? Ez egy focizó tyúk, kakas, ivadék, nem is tudom, hogy ez mi igazából. De ja, igazából megvan, de hol van a kidurrantott focilabda? Itt is csak a kép szélére így beolvasztja, hogy jó lesz az ott, miért nem ide tette? Milyen király lenne, hogyha oda tenné? Ez is egészen jó lett. De mondom, a legközelebb szerintem ezek közül ez a kép áll, amelyik itt tényleg így szemez bele, hogy nem most kell, de most kipukasztalak a francba. Gyönyörű férfi és gyönyörű nő, akkor legyen egy gyönyörű macska is, mert hát én nagy cicás vagyok, úgyhogy nézzünk meg egy gyönyörű cicát. Azt a minden, most gondold el, amikor a macska megjelenik egy ilyen szemmel, vérben izzik, és azt mondja neked, hogy Máu, máu. Na, hát azért én is összemosnám magamat. Hű, ezzel nem tudom mi lett, de nagyon para, a Szűz Mária néz vissza az orrából. Azt a minden, de miért van mindegyiknek ilyen bemosott arc, hogy ilyen behúztak volna egy szegény cicának ide oldalról. Ez a legjobb! Ez nagyon aranyos! Gondolod el, a macska így, mint hogyha valami elfogyott volna a macskatáp, vagy én nem tudom, hogy a macskatáp! Nem, ez rendesen meg van lepődve ez a macska. Ezek csak itt alszik. Hát megpróbált csinálni, ez nyelvet nyújt. Megpróbált őt csinálni valamilyen szépséges macskát, de hát a végeredmény az valljuk be. Hát igen, csak ijesztő és felemásra sikeredett. Na most nézzük meg, hogy hogyan boldogul el ez a mesterséges intelligencia azzal, hogyha valami nagyon bonyolult dolgot adok meg, mondjuk azt, hogy egy magyar írást egy régi kőbe vésve. Egész menő. Mondjuk az ABC-t, azt nem tudom, azt kezdte el felírni? Ez itt biztos, hogy egy E betű, meg egy ilyen furcsa B. Ez meg itt egy fordított P. Hát a magyar írást azt nem nagyon látom rajta, ezt talán ilyen rovás íráshoz tudnám hasonlítani, de igazából necces a dolog, hogy ez magyar írásnak minősül-e. Rovás írást gondolom, itt azt próbáltam megjeleníteni, de nem nagyon jött szegénynek össze, hogy nem tudom, ez itt egy zébet. Nem tudom sajnos kibogarászni ezt, hogy itt mit kell nézni. Mert annyira kusza kesze, hogy az hihetetlen. Hogyan valósítja azt meg, hogy ha Miki Egér ellop egy gyerektől egy nyalókát? Oh, ez a gonosz Miki! A gonosz Miki! Ezt még el is tudom képzelni, hogy eltulajdon itt egy lollipopot. Ez komolyan el, nézzük el. Ez tényleg olyan nagyon gonosz, mi... Ez is nagyon jó! Ez nagyon jó! Nézzük, hogy fogja a nyalókárti csíperetét kéz, és enyém! Júj, ez is nézzük, rendesen kiszámolta, hogyha ellop egy nyalókát, akkor gonosznak kell lennie. Itt szerintem ez itt a nyalóka, legalábbis ez akar az lenni, de... Ez az egyszemű Miki, ez nem tudom, nem túl bizalomgerjesztő. Ez is azt mondom, hogy hely, de ez a Miki Egér, ez végülis megvan, rajta van. Ez a kettő kép majdnem ugyanaz, de mégsem. Ez meg full ilyen absztrakt. De egy olyan festmény, amit kitennél a faladra, nem? Tehát ugye így azt mondanád, hogy hú, de szép ez a kép, és mégis mit ábrázol? Hát, ahogy Mickey Mouse éppen ellop egy gyerektől egy nyalókát. Tehát ugye ez tényleg a nyalóka lopás utáni kép. Na és hát természetesen, hogyha itt megnéztünk ennyi mindent, akkor nézzük meg azt is, hogy ő hogyan csinálja meg
Gergőjéknek az italát, a Tutti Juice-t, ez most pont egy titkos Tutti Juice, de ez ne zavarjon meg senkit. Mi most megnézzük, hogy a Tutti Juice-t ő hogyan képzeli el, na nézzük. Hát nem az, amire gondoltam. Határozottan nem az, ezek ilyen juice. Hát gondolom azért, és a Tutti Frutti miatt ilyen különböző juice-okat csinált. Hát legalább a színét találta volna el, de az is ilyen, ne is tudom, de szerintem ezek Google képekből összeollózott ilyen képek, amiket ő úgy lát, hogy ezek illenének rá. Mindenesetre azért ebbe berekortyolnék ebbe a spenótlébe, de hát érdekes, nem olyan lett, mint egy igazi Tutti Juice. Ebbe a kis videóban csak ennyit szerettem volna, hogyha tetszett nektek, akkor csapassatok rá egy lájkot és iratkozzatok föl, továbbá lesetek meg a leírást, ugyanis a menő neonos zsédamos cuccokat ott tudjátok beszerezni, továbbá a Csótány Vadász második részét, illetve első részét, illetve a többi másik könyvemet is. Ja, és most már a Libri-ben is elérhető a Csótány Vadász első része. Írjátok meg kommentbe, kérlek, hogy nektek melyik kép tetszett a legjobban, és írjátok meg azt is, hogy ti mit generáltatnátok le ezzel az mesterséges intelligenciával. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!